folytassuk tovább, nézzük meg, hogy milyen válasz érkezik erre a kérdésre, hogy bár tudjuk, hogy törvényszegünk ennek ellenére csináljuk, és ez nekünk meg van engedve, ami elég abszurd maga, ahogy hangzik, de ez van, ez az, amiben ők hisznek. Nézzük, hogy mit válaszol Németh Sándor erre. Ugye itt hallhatjuk az ő válaszát. Kedves Piroska, én nem mondtam, hogy a törvény nem érvényes, én arról beszéltem, hogy van új szövetség. És arra nagyon figyelni kell az új szövetségben, hogy a törvény és a kegyelem milyen harmóniában van. Kétségkívül ez az egyik legbonyolultabb és legnehezebb kérdés az egész Bibliában, hogy hogy lehet az Ószövetséget és az Új Szövetséget harmonizálni, hol vannak a különbségek, és hát tulajdonképpen a törvénnyel hogy állunk. Így van, hát ez az, ami nekik egyelőre nem sikerült, hogy ezt harmonizálják, és hogy megértsék, hogy hogyan is állunk a törvénnyel. Nézzünk néhány verset Saultól, vagy Páltól. Ugye úgy tűnik, hogy maga a kereszténység, vagyis hát ez így van, erre épül, ezekre a levelekre teljesen figyelmen kívül hagyva minden más utasítást, beleértve a megváltó szavát is. Ezért nézzük, hogy mi az, amit Saul mond a törvényekről. Rómaiakhoz 3:29-30-ig így szól. Avagy Elohim csak a jahudimé, vagy a zsidóké, avagy nem a pogányoké, vagy a népeké is. Bizony a népeké is. Mivel, hogy egy az Elohim, aki megigazítja a jahudimet, a zsidót hitből, és a népeket, a pogányt hit által. Azaz egy az Elohim vagy Isten. Nem kettő szövetség van, nem két külön szabályrendszer van, hanem egy az Elohim. Egyértelművé teszi Saul maga, hogy egy rendbe tartozik a kettő. A törvény tehát hiába valóvá tesszük ki a hit által. Kérdés az, hogy az, hogy most mi hiszünk, hogy azt mondjuk, hogy nekünk hitünk van, a törvény hiába való, vagy semmisé válik-e? Nézzük meg, hogy mi az, amit a másik fordítás ír. Vajon érvénytelenné akarom-e tenni a törvényt, amikor a hitet hangsúlyozom? Ez az, amit a Easy to Read verzió ír. Az új fordítás azt írja, hogy érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által. Amiről ő beszél, hogy meg kell találni a kegyelem és a törvény közötti hangsúlyt, erre választott Saul ebben a versben. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által. Mi a válasza? Az a Károlyban, hogy távol legyen. Azaz eszedbe se jusson. Másik egyáltalán nem. Szó sincs róla. Egyértelművé teszi, hogy a törvény ugyanúgy érvényes attól függetlenül, hogy az ember hit által van vezérelve, és úgy nyeri el a kegyelmet és az üdvösséget. Ezt nem vitatja senki. A kérdés az, hogy akkor vajon nekünk a törvényeket be kell-e tartanunk? A válasz egyértelmű. Érvénytelenít teszik a törvényt? Nem. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Ez az új fordítás. Az Easy to Read, sőt, inkább megerősítem a törvény érvényességét a hit által. Sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Ez maga Saul írja ezt azért, hogy egyértelművé tegye mindenkinek. Hogy azok, akik azt hirdetik, hogy már csak a hit van, és azt csinálunk, amit akarunk, az nem igaz. A törvény ugyanúgy fennáll, mint eddig, és ugyanolyan érvénye van, mint eddig láthattuk az első részben. Érvényt szerzünk a törvénynek. Hogy másképp szerezhetnénk érvényt, mint hogyha betartjuk azt? Rómaiakhoz 6 kivégzi ezt az elméletet egyébként az 1-től 3-ig. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk épp bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. Mit mondott a hölgy? Mit mondott ő? Hogy tudjuk, hogy ez bűn, ennek ellenére megcselekedjük, mert szeretjük, mert úgyis mindegy. Mit kérdez Saul? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy kegyelem annál nagyobb legyen? Nézzük, hogy mi az a bűn. Ez egy Jehukanon, vagyis 1 János 3-4. Valaki a bűn cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. Egyszerűbbé teszi az életünket az Easy to Read, azt írja, aki bűnt követel, Elohim törvénye ellen vétkezik, vagy Isten törvénye ellen vétkezik, mert a bűn nem más, mint Isten törvényeivel szembeni engedetlenség. Mit mond a zsidókhoz 10:26? Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, tűznek lángja, mely megemészti kiket? Az ellenszegülőket.
Ugyanúgy, ahogy itt írja, a törvényével szemben való engedetlenség, azért, mert ez az a szellemiség, melyben az ember él. Engedetlen. Az újfordítás így szól, aki bűnt cselekszik, törvényszegést követel, mert a bűn az törvényszegés. Szóval tudjuk, hogy mi az a bűn, a törvények megszegése, Elohim törvényeinek megszegése, a másiákról szó sincs, nincs arról szó, hogy ő új szövetséget adott, új törvényeket hozott, sőt megmondta százszor, hogy ő az atya nevében jött, hogy ő az atyától kapta a hatalmat, ő az, aki feltámasztja, ő az, aki mindent a kezébe adott, ő neki ül a jobbjára, ő az, aki majd a zsámolyává teszi az egész világot, szóval ő egyértelművé tette, hogy ő nem hoz semmilyen újdonságot, nem is hozhatott. De a lényeg az, hogy mit válaszol Saul. Megmaradhatunk-e bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, eszedbe ne jusson, semmiféleképpen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élhetnénk még abban? Arról beszél majd később meg a kereszténység túlnyomó többsége, hogy ők már újjászülettek, bennük már a Szent Szellem dolgozik. Itt mondja, hogy hogy dolgozik a Szent Szellem valakiben. Aki meghalt a bűnnek, az nem él abban tovább. Aki abban él, abban nem dolgozik a Szent Szellem. Nem arról van szó, hogy ez egy ítélet rajtuk. Arról van szó, hogy ha senki nem próbálja az igazságot felderíteni, hanem csak belenyugszik abba, amit tud, akkor nem fog tudni fejlődni. Az egész folyamat lényege az, hogy megtudunk új dolgokat, és hajlandóak vagyunk változtatni az életformánkon. Ez az, ami ennek az egész videónak, meg az összesnek az értelme. Hogy megpróbáljuk megtalálni azt, amit az Atya szeretne tőlünk, és ő elmondta számtalanszor, hogy mi az, amit ő szeretne. Ezt is meg fogjuk nézni. Azonban még egyszer felhívnám mindenkinek a figyelmét arra a másik fordításban, hogy mit mond. Mi következik mindebből? Vétkezzünk továbbra is, hogy annál több kegyelmet kapjunk Elohimtől vagy Istentől? Szó sem lehet róla, hogyan élhetnénk továbbra is bűnben, ha egyszer már meghaltunk a bűn számára? Vagy elfelejtettétek talán, akik bemerítkeztünk a másik Jehusába, Jézus Krisztusba, az ő halálába merültünk bele. Aki azt mondja, hogy ő újjászületett, hogy őt a ruhakalkodás a Szent Szellem vezeti, az nem élhet bűnben, hiszen a kettő nem fér meg egymással. Ez az, amiről Saul itt beszél. Ezt próbálja megértetni a rómaiakkal. Valószínűleg ugyan ez volt a probléma akkor is, mint ami most. Az új fordítás így szól. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? De én remélem, hogy legalább valaki elgondolkodik azon, amiről szó van, és megérti, hogy ez nem... Különbség van az ítélet, és különbség van a figyelmeztetés között. A feladatunk az, hogyha megértünk valamit, próbáljunk másoknak segíteni. Mindenki eldönti, hogy egyetérte ezzel, vagy azzal, vagy melyikkel. A lényeg az, hogyha tudjuk, és nem szólunk másoknak, akkor az a mi bűnünk. Ezt megtudhatjuk Ezékiel 3-as fejezetből, de a 33-asból szintén. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálnak, halálával halsz meg. Amit mond, ugye? Ha bűnt követsz el, akkor meghalsz. Ezt mondja Saul, ezt mondta az összes többi. És te őt meg nem inted, és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen. Az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de a vérét a te kezedből kívánom meg. Mindannyiunknak az a feladata, hogy figyelmeztesse a többi embert, hogyha úgy gondolja, hogy rossz úton jár. De ha te meginted a hitetlent, és ő meg nem tért a hitetlenségéből, és a gonosz útjáról, mi az a bűn? Az ő vétke miatt meghalt, de te megmentetted a lelkedet. Nézzük meg, hogy mit mond Rómaiakhoz 6.14.16, csak egy kicsivel később. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik. Másik fordítás, akkor a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok. Mi az, ami nem uralkodik rajtunk? A bűn. Mi a bűn? A törvény megszegése. Az a bűn. Hogyha nincs törvény, akkor nincs bűn. Azért mondja, hogy a bűn nem uralkodik rajtatok, mert ti már újjá születtetek, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ez egy új lény, ami született. Ő nem akarja a törvényt megszegni. Ez az új lény keresni fogja, hogy mi az igazság, és abban fog élni. A Szent Szellem, a ruhakalkodás vezetésével. Ezért nincs a bűn uralma alatt. Ezért nincs a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Hiszen ha így él, ha keresi az igazságot, és nem szegi meg, akkor ha tudja, akkor kegyelmet kap minden másért, amit tudatlanságban, gyengeségben megcsinál. Azonban idővel fejlődni fog, ahogy meglátjuk majd Apostolok 15, amiről ő is beszél,
idővel fejlődni fog, és még kevesebb szer fogja megszegni. És így tud majd ő lenni a föld sója, ő lenni az a hegyen elhelyezkedő város, illetve az a gyertya, ami bevilágítja a szobát. Nem úgy, hogy ugyanúgy él, mint a világ. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, azaz megszegjük-e a törvényt, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Távol legyen. Eszedbe ne jusson, hogy bűnt kövessél el csak azért, mert te nem vagy már a törvény alatt. Vétkezzünk, mivel már nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Semmiképpen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul, az engedelmességre annak vagytok szolgái, akiknek engedelmeskedtek. Két úton járhat az ember. Az egyik a bűn útja, amiről ők beszélnek, hogy megszegem a törvényt, tudom, de mindegy, mert kegyelem alatt vagyok. Vagy pedig az engedelmességnek az igazságra. Vagy a bűn a halálra, vagy az engedelmesség az igazságra. Másik fordítás még súlyosabban írja, nem tudjátok, hogy akinek szolgálatára odaszánjátok magatokat, annak rabszolgaként kell majd engedelmeskednetek. Igen, ha a bűn szolgáljátok, annak rabszolgái vagytok, és ennek pedig halál az eredménye. Ha viszont Elohimnek engedelmeskedtek, annak az lesz az eredménye, hogy Elohim elfogad benneteket. Akkor fogad el, megmondta, hogy mikor. Legyetek szentek, amiként a mennyei atyátok szent, és legyetek tökéletesek, amint ő az. Ez egy út, amit jár az ember. Ha megtud valamit, nem mondhatja azt, hogy ő kegyelem alatt van, és ezt nem lehet betartani. Mert ha újjászületett, akkor megérti azt, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetni fogja őt, és egyszerűvé teszi az életét, és onnantól kezdve az a probléma megoldódik. Ez az, amiről ír Saul, ez az, amiről írnak az apostolok, ahogy éltek ők, ez az, amire tanított őket a Mássiák, amiről beszélnek a proféták, ez az, amit Mózestől megkövetelt maga Jahua a kezdet kezdetétől. Engedelmesség, vagy pedig bűn. A Rómaiakhoz 7:6-8-ig így szól. Most pedig megszabadultunk a törvénytől. Hopp, látod? Már nincs tovább törvény, nekünk már ezt nem kell csinálnunk. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy most pedig megszabadultunk a törvénytől vessző, minek utána meghaltunk arra nézve. Ugyanazt mondja, amit az előbb is. Ha újjászülettél, ha a Mássiák Jahusa halálába bemerítettél, és újjászülettél, akkor te nem fogsz bűnt elkövetni többé. Így szabadulsz meg a törvénytől. Nem úgy, hogy bűnben élsz, vagy azt csinálsz, amit akarsz, és rád nem vonatkozik a törvény csak azért, mert mondogatod. Aki hisz, az bemerítkezik, újjászületik, és utána úgy kell élnie, ahogy ő élt. Meghal a törvénynek, hiszen ő nem, nincs a törvény alatt, hiszen nem követel bűnt. Ő a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetésével él, azt csinálja, amire az vezetés, az nem fogja bűnre vezetni. Aki azt tanítja, vagy aki azt csinálja, az sajnos nem az vezeti. Amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. Nem lehet a törvényt követni, mint egy robot, vagy erőből, vagy csak azért, mert ez van előírva. A lélek kell, hogy vezesse, bocsánat, a Szent Szellem kell, hogy vezesse az embereket, és az elvezet minden igazságra, és egyszerűvé teszi az életünket. Mikor engedjük, hogy vezessen, akkor egyszerű nem enni ezeket a dolgokat, mert akkor tudja az ember, hogy az atya nem szereti azt. És ez a lélek nem él egy olyan templomban, ahol ilyen szemét áramlik be nap után. Hetes. Mit mondunk tehát? A törvény bűné, azaz a törvény egyenlő a bűnnel. Távol legyen. A kettő nem egy és ugyanaz. Mi megszabadultunk a bűntől, és ezáltal a törvénytől. Mi már nem követünk el bűnt, így szabadulunk meg a törvénytől. A kettő azonban nem ugyanaz. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. A törvény megmutatja, hogy mi az, ami bűn. Mi a bűn? 1 Jahukanon 3-4, a törvény megszegése. Az előbb néztük meg. Kettő nem egy és ugyanaz. Megszabadultunk a bűntől, és ezáltal a törvénytől. Azonban, ha a bűntől nem szabadultunk meg, ugyanúgy nem szabadulunk meg a törvénytől. A törvény megmutatja, hogy melyik úton járunk. Ha megszegjük azt, akkor bűnt követünk el, és ezáltal a törvény alá kerülünk. Mit mond? Mert a kívánságról sem tudtam volna, az, hogy én szeretem, megteszem, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Törvény az, ami megmutatja nekünk, hogy mi az, ami bűn. Ezért lennie kell. Nem mondhatjuk azt, hogy ezt eltörölte, azt eltörölte, hogy ő fogja mondani mindenféle alap nélkül.
Azt nem mondhatjuk, hogy ezt eltörölte, azt eltörölte, de ez egy hosszabb sztori, most ebben nem megyek bele. Menjél bele, mutasd meg, magyarázd el, hogy mi az, amire alapozod azokat a dolgokat, amiket mondasz. De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert a törvény nélkül holt a bűn. Ha nincs törvény, nincs bűn. Azonban azt mondja, hogy ne kövesse el bűnt. A törvény az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. A bűn úgy vesz alkalmat az emberen, hogy a parancsolat megmutatja, hogy mi a bűn, az ember megcsinálja, és akkor tudja, hogy bűnt követel, de a roharkodás, a Szent Szellem vezetés nem fogja megtenni többé, mert elvezette az igazsághoz. Meg kell változni az embernek. Nem élhet ugyanúgy. Gondolom ennyi elegendő, két-három tanúbizonyság elégnek szokott lenni. Saul egyértelműen azt mondja, hogy nem követhetünk-e bűnt. Nézzük, hogy hogyan folytatja Sándor. De hát van az Abcsiál 15-ben ezzel kapcsolatosan egy történet leírva, amikor Jeruzsálemben volt éppen erről vita, hogy a nemzeti háttérből jövő emberek hogyan viszonyuljanak a törvényhez. Az nem volt... Oké. Arról beszél, hogy Apostolok 15 leírja, hogy hogyan kellene a népeknek viszonyulnia a törvényhez. Ebben a filozófiában, amit előad, szerinte a népekre és a jehudimra vagy a zsidókra más törvény vonatkozik, mikor láttuk, hogy egy az Elohim és a zsidók és a pogányokat ugyanaz igazítja meg, de erre még számtalan példa lesz, meg fogjuk nézni. Ő azt mondja, hogy két külön törvény van, azonban erre semmiféle bizonyítékot nem mutat, csak az ő filozófiáját igazából. Nézzük tovább, hogy hogyan halad. Volt kérdés, hogy a törvényt be kell tölteni. De az azért kérdés volt, hogy hogyan legyen értelmezve a törvény, és akkor jöttek rá, a Szentlélek kinyilatkoztatás adott, hogy alapvetően két evangélium van. Két evangélium van alapvetően, amire semmiféle bizonyíték nincsen az írásból. Akinek van bizonyítéka rá, küldje el valamilyen formában, hogy két evangélium van, és más vonatkozik a körülmetélte és a körülmetéletlenre, mert erről fog most beszélni. Tudom, hogy egy evangélium terjedt el, de kettő evangéliumról beszél az Új Szövetség körül, mert... Arról beszél, hogy egy terjedt el, ő tudja, de kettő van. Semmiféle bizonyíték nincsen. A másiak szájából soha ilyen nem hangzott el. És amennyiben ő nem mondja, mi nem mondhatjuk azt, hogy ilyen van. Mire alapozzuk azt, ha a megváltó itt volt, és soha ki nem ejtette a száján azt, hogy két külön evangélium van. Érthető? Érthető a súlyossága annak, amiről szó van? Azt mondja, hogy két külön jó hír van, az egyik a körülmetélésnek, a másik a körülmetéletlenségnek, mikor soha ilyen nem volt az írás során. Egyetlen egyszer se soha nem volt, hogy két különböző törvény vonatkozna a jövevényre és az izraelitára, sőt azt is meg fogjuk nézni, hogy egy vonatkozott rájuk mindig, de fejezzük be ezt. Körülmetélés evangéliuma és körülmetéletlenség evangéliuma. Ugye ez a kettő, amiről ő beszél. Be fogjuk fejezni ezt a gondolatmenetet, amit mond, és utána elemezzük azt, amit hallottunk. Nézzük meg! Tudom, hogy egy evangélium terjedt el, de kettő evangéliumról beszél az Új Szövetség. Körülmetélés evangéliuma és körülmetéletlenség evangéliuma. De valójában, hogy bonyolítsam a helyzetet, a körülmetéletlenség evangéliuma sem körülmetéletlen, hanem annak az a lényege, hogy a szellemben van körülmetélve az ember. Ez az újjászületés eredményeképpen jön létre, illetve az ótermészetnek a megfeszítésével, illetve halálba adásával, ami az újjászületésben történik meg. Az újjászületésben történik meg. Megnéztük, hogy mi az újjászületés. Saul elmagyarázta, hogy mi az. Az ember nem élhet bűnben, hogyha azt mondja, hogy újjá van születve. Nézzük meg ezt a két evangélium vagy jó hír dolgot. Rómaiakhoz 1.15.17. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, a jó hírt hirdetni. Nem azt mondta, hogy több különböző jó hírt hirdet, mindenki, aki Rómában van, azoknak a jó hírt hirdeti. Azt nem mondhatjuk, hogy ez csak pogány vagy görög, hiszen látni fogjuk, hogy nem. Mert nem szégyellem a másiak jó hírét, a Krisztus evangéliumát, mert Elohimnek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Egy jó hír van, a másiak evangéliuma,
Mert Elohimnek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, a jahudimnak, a zsidónak először meg, a görögnek. Nincs kettő, nem azt mondta, hogy egy van az egyiknek, egy van a másiknak. Azt mondta, hogy nem szégyenli a másik jó hírét, a megváltó jó hírét, mert az az Elohim hatalma minden hívőnek üdvösségére, a jahudimnak először, utána pedig a görögnek. Ez egy sorrend, nem pedig azt jelenti, hogy kettő különböző van. Miért? Mert Elohimnek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe, miképpen megvan írva Habakuk 2:4, az igaz ember pedig hitből él. Ami mindig is így volt, hiszen ez az idézet Habakuk második fejezet 4-es versből került ide. Ezek szerint már akkor is hitből élt az igaz ember, csak nem értették az emberek. Egy evangélium van, ez Elohim üdvössége mindenkinek, először a jahudimnak, aztán pedig a görögnek. Rómaiakhoz 2:8-11 így szól, azoknak pedig, akik versengők, akik nem engednek az igazságnak. Mi az igazság? Például Zsoltár 33:4 így ír, mert Jahu a szava, az Úr szava igaz, az az igazság, és minden cselekedete hűséges, azaz hit. Tehelim Zsoltárok 37:30 így szól, bölcsességet beszél az igaznak szája, nyelve ítéletet szól, Elohimnak törvénye van a szívében, lépései nem ingadoznak. Az, aki igaz, annak Elohim törvénye van a szívében, az igazság, az ő törvényének a tudása, a bölcsesség, illetve ennek a beszélése, az ő törvényei, az igazság. Aki nem enged az igazságnak, az az, aki ezt nem fogadja el, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal, hanem az ellenkezőjének engednek, azaz megszegik a törvényt. Nyomorúság és ínség minden gonoszt cselekedő ember lelkének, jahudimnak, zsidónak először, meg görögnek. Azaz mind a kettőre ugyanúgy vonatkozik. Dicsőség pedig, tisztesség, békesség minden jó cselekedőnek, jahudimnak, zsidónak először, meg a görögnek. Ugyanaz vonatkozik mind a kettőre, de elmondja ő maga is, mert nincsen Elohim előtt személyválogatás. Azaz egy törvény vonatkozik mindenkire. Hiszen, hogyha nem így lenne, akkor lenne személyválogatás, akkor azt mondaná, hogy a jahudim vagy a zsidó ideál, a másik meg oda, mind a kettőre külön dolgok vonatkoznak, és én így fogom ezt meghatározni. Azonban ő ennek az ellenkezőjét mondja, hogy nincsen személyválogatás. Teljesen mindegy, hogy ki kicsoda, egy törvény által van megítélve, és egy feltételrendszer vonatkozik rá. Aki a szövetség része szeretne lenni, annak be kell tartani a szerződési feltételeket. Nézzük meg, hogy van-e két jó hír Rómaiakhoz 3:9-12 iszom. Micsoda? Tehát különbek vagyunk-e? Azaz mások vagyunk-e? Semmiképpen sem. Mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy a jahudim, a zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Azaz nincs két külön jó hír, két külön elvárási rendszer, ha mind a kettő bűn alatt van, akkor mind a kettőre vonatkozik ugyanaz a törvény. Ha nem így lenne, akkor különböző mérleggel vagy mércével mérne, ami ellenkezik Elohim saját törvényével, hiszen egy mércével kell mérni mindenkit. Nem lehet két jó hír, de erről beszél Saul. Megmutatok nyilván, hogy a zsidók, a jahudim és a görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Ha van bűn, kell, hogy legyen törvény. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs senki, aki igaz, azaz mindenkire vonatkozik a törvény. Ebből kell megtérni az embernek, újjászületni és engedni, hogy a Szent Szellem vezesse őt, a Ruach HaKodesh, és akkor fog törvény szerint élni. Úgy, ahogy az elfogadható Elohim számára. Hol van megírva Zsoltárok 14? Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Elohimet. Mint megvan írva, nincsen csak egy igaz is. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanná lettek, nincs, aki jól cselekedjék, nincsen csak egy is. Zsoltárok 14:1-3. Jahuva letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, hogy van értelmes Elohimet kereső, mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jól cselekedjék, nincsen csak egy sem. Minek utalna vissza arra, hogyha egyszer nem érvényes már rájuk régen? Minek tölti az idejét ezzel, hogy magyarázza nekik, hogy mi volt leírva a zsoltárokba, mikor már rájuk nem vonatkozik semmi, és még mindig arról beszél, hogy egy mindenki bűn alatt van, hogy egy az egész rendszer. Rómaiakhoz 3:28-30 azt hiszem, hogy egyértelművé teszi a két evangélium kérdés. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Habakuk 2:4, az igaz ember a hit által él. Ez így volt, ez így lesz, ez mindig is így van. Ugye ez az, amit ő mond? Avagy Elohim csak a zsidóké, a jahudimé? Azaz csak rájuk vonatkozik? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mind a kettői egy Elohim.
Hogy is gondolhatjuk azt, hogy két külön törvényt ad neki, mikor még a világon sincs olyan normális esetben, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ez a törvény vonatkozik a magyarokra, de a romák azok másik törvény alá tartoznak, vagy a bevándorlók azok másik törvény alá. Mindenkinek ugyanaz a törvény, mindenkinek ugyanaz érvényes. 30-as azonban rávilágít erre, mivel hogy egy az Elohim, aki megigazítja a Jahudimet a zsidót hitből, és a pogányt hit által. Egy az Isten. Nincs kettő, nincs több. Ő mindenkié, és ő egy. És mindenki hit által igazul meg, és nem a törvény cselekedeteivel. A törvény cselekedetei annak az eredménye, hogy az embert a Szent Szellem a Ruach HaKodesh vezeti, mikor már újjászületett, amiről ő beszél. Azt mondja, hogy újjászületed, ennek ellenére bűnben él. Saul az Korintusiakhoz írt első levelének 12. fejezetében ezt az egészet igazából elrendezi. Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mindegy test azonképpen a másiák is. Jahudim vagy pogány egy és ugyanaz. Amennyiben ebbe a jó hírbe akar tartozni, akkor ugyanaz vonatkozik rájuk. Nincs másik jó hír. Az ember követheti a Torát, ahogy ők próbálták, az nem fog elvezetni az üdvösségre. Egyetlen egy út van, az pedig ez a jó hír, amelyről itt beszél. Amiben beletartozik mindenki, tudjuk, hiszen leírja. Mert hiszen egy ruach által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg, vagy bemerítettünk, azaz újjászülettünk, akár Jahudim, akár görög, akár szolga, akár szabad, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Azaz egy lélek van mindenki számára, akár zsidó, akár görög. Nincs két jó hír, nincs az egy jó híren belül még egy másik, hogy a szív körülmetélése, meg mit tudom én, micsoda. Amit nem tudunk alátámasztani az írásból, az nem létezik. Ha már az írásnál tartunk, akkor nézzük meg, hogy mit mond a szív körülmetélésről az írás, ami ugye a Tora, a proféták és a zsoltárok. Ez 5 Mózes 10-16. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúk. A szív körülmetélése mindig is alapfeltétel volt. Ahogy azt láthatjuk, a Torában már erről beszél. A fizikális körülmetélés a férfiaknak ennek egy fizikális megnyilvánulása volt, ami egy örök szövetség, Berasít 17-es fejezet leírja, 1 Mózes 17, mindenkire egyöntetően vonatkozott. Ez is ugyanúgy, ahogy most is vonatkozik, ugyanúgy, ahogy a jó hírből is egy van, és abba lép bele mindenki, aki úgy él, aki a hite által a Ruach HaKodesh vezetésével meghal a régi testnek, és mint új ember jár annak vezetésével a Tora szerint. Nézzük tovább, vajon a szív körülmetélése az egy új szövetségi jelenség-e? 5 Mózes Deberim 36-os. És körülmetéli Jahua, a te hatalmasságod, az Úr, a te Istened, a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed Jahuát, az Urat, és a te hatalmasságod teljes szívedből, teljes lelkedből, hogy élj. Ugyanaz, mint az újjászületés, vagy a bemerítés, a szív körülmetélése ugyanezt jelképezte a Tanákban, az Ószövetségben. A szív körülmetélése azt jelenti, hogy az ember hitből követi az ő instrukcióit úgy, hogy teljes szívéből, teljes lelkéből cselekszi azokat. Ez nem változott, és soha nem is fog változni. Nézzünk meg még egy példát, hogy biztos legyen, ez Jeremiáhu 4-es 4. Betéljétek magatokat körül Jahuának az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit. A szív körülmetéléséről beszél, ezt szerette volna már akkor is. Mit jelent az, hogy teljes erőből, teljes lelkedből követed az ő instrukcióit? Ugyanúgy, ahogyan az újjászületett embernek kellene. Jahuda férfiai Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz, és oltatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. Ugyanaz a probléma, mint most is. Berasít 17, 1 Mózes 17, nézzük, hogy mi az, amit Ábrámnak mond. Először is elnevezi Ábrahámnak,
Aztán azt mondja, hogy megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánod a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek te néked hatalmasságot, és a te magodnak te utánad. Örök szövetség. Ez az én szövetségem. Elmondja, hogy mi az, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánad való magod között minden férfi körülmet éltessék nálatok. Metétek körül a ti férfi testetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetség jele. Mindenki remélem tisztában van azzal, hogy Ábrahám nem volt zsidó. A zsidó nem létezett egészen Jákob 12 fia utánig, mikor ugye Jahuda megszületett, mint az egyik fia. És Jahuda törzséből származókat hívjuk ma zsidónak, tehát ez nem egy zsidó szövetség, sőt, Mózes sem létezett ekkor, úgyhogy ezt nem lehet mondani, hogy ez zsidó törvény. Ez egy mindenkire vonatkozó törvény, aki ennek a szövetségnek része szeretne lenni. 8 napos korában körülmetés minden férfi gyermek nemzedékeiteknél, akár háznál született, akár pénzen vásároltat valamely idegentől, aki nem a te magodból való. Mindenkire vonatkozott, aki része szeretett volna lenni ennek a szövetségnek. Körülmetéltetvén körülmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett az, aki Ábrahámé és az, aki csatlakozott ehhez. Miért? Hogy örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken. 23-as vers, vevé azért Ábrahám Ismált, az ő fiát, aki ugye nem is izraelita, hiszen izraelita csak Jakób után lett, Ismál az ugye egy egészen más vonulat, ennek ellenére része lehetett a szövetségnek. Hogyan? Úgy, hogy betartja az elvárásokat, és háza minden szülöttét, aki az övé volt, és mind a pénzen vetteket. Mindenkit, aki elvállalta ezt a szövetséget. Minden férfit Ábrahám házanépe közül és körülmetéli férfi testeknek bőrét, ugyanazon a napon, amikor szólott vala vele Elohim. Ugyanaz nap megtette, amikor ezt megparancsolta neki. Ez az ő hite, ez az, ami igazságot tulajdonítatott neki. De miért kapta meg a szövetséget mégis Ábrahám? Bereshit 26.5. Mivel, hogy hallgat Ábrahám az én szavamra, megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet, törvényeimet, azaz ő is úgy élt, ahogyan azt elvárta tőle Jahua, hiszen mindenki, aki az övé, az úgy él, ahogyan ő azt meghagyta, hiszen az engedelmesség az a bélyeg, amit az ember magán visel, hogyha az övé. Ez, hogy külön szabály vonatkozik, meg külön evangéliumok, meg ilyen dolgok, ez ismeretlen az írásban, erre semmiféle alap nincsen. 4 Mózes, Bamidbar 15-14-16-ig így szól, ha pedig jövevény tartózkodik nálatok, vagy lesz köztetek a ti nemzetségeitek szerint, vagy akkor, vagy a jövőben, teljesen mindegy, aki nincs itt, ebben a közösségben ekkor, az nem része a szövetségnek. És kedves illatú tűzáldozatot készít Jahuának, amiképpen ti cselekeztek, aképpen cselekedjék. Azaz úgy éljen, ahogyan ti. Ókösség nektek, és a lakozó jövevényeknek egy rendtartástok legyen, örökkévaló törvény legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Jahua előtt, az Úr előtt olyan legyen a jövevény, mint ti. Azaz egy törvény vonatkozik mindenkire. Még egyszer elmondja, hogy biztos legyen. Egy törvényetek legyen, és egy szabályotok néktek és a jövevénynek, amely közöttetek lakik. Ez így volt, ez így van, és ez mindig is így lesz. Második Mózes, Semot 12:48-49, szintén erről beszél. És ha jövevény tartózkodik nálad, és páskát akarnak készíteni Jahuának, ne tértessék körül minden férfia, hiszen ez mindenkire vonatkozik, és úgy foghat annak készítéséhez, és legyen olyan, mint az országnak szülötte. Egy körülmetéletlen se egyék abból. Legyen olyan, mint az országnak szülötte. Azaz nincs két jó hír, nincs két törvény, nincs kétféle mérce, nincs személyválogatás, olyan, mint az országnak szülötte. Miért? Hogy egy törvénye legyen az ott születettnek, és a jövevénynek, aki közöttetek tartózkodik. Mindenkire egy törvény vonatkozik. Ezékiel 47, ugye már egy jövőbeni profécia királyságra vonatkozik, így szól. És osszátok el ezt a földet magatok közt is el nemzetségei szerint, és legyen, hogy sorsvetéssel osztátok ezt magatok közt, és a jövevények közt, akik közöttetek lakoznak.
akik közöttetek fiakat nemzettek, és úgy tartsátok őket, mint aki ott született a Izrael fiai között. Veletek együtt sorsvetéssel legyen örökségük Izrael nemzetségei között. És úgy legyen, hogy amely nemzetséggel lakozik a jövevény, ott adjátok ki az örökségét. Ezt mondja Jehova Elohim. Ezzel azt szerettem volna mondani, hogy amit itt hallhattunk ebben a, nem tudom, minek lehet ezt nevezni, prédikációnak, vagy akárminek, az egyszerűen nem igaz. Még egyszer mondom, nem hiszem, hogy azért, mert ők gonoszak, vagy rossz emberek, egyszerűen csak azért, mert a nagy sárkány megtéveszti az egész világot, ahogyan az le van írva jelenések könyvében. Hogyha nem lenne keskeny az út, és szűk a kapu, és nem kevesen találnánk meg, és nem tudnánk ezt, akkor azt mondhatnánk, hogy teljesen mindegy. De tudjuk, hogy így van. Ezért fontos, hogy mi az, amit hiszünk, és mi az, amit cselekszünk. Ez az, amit ezek a videók szeretnének egyszerűbbé tenni. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!